Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Mindenható örök Isten, Te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönnvalókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Tisztelendő püspök atya, tisztelt kedves testvérek! Birmálás ünnepe van egyház községeinkben. Nagy-nagy készület volt a szívünkben. Szeretettel vártuk püspök atyát erre az ünnepi alkalomra. Kérem, hogy mutassuk az ünnepi szentmise áldozatot, buzdítson, bátorítson bennünket, Szentlélek Úristen, a Szent Háromság Egyisten tanítását. Szeretettel köszöntöm Rímános Atyát, Eszenciás Püspök Urat, diákonos testvéremet, pap testvéremet, kedves szülők, Birma szülők, kedves birmálandó. A Szentlélek ajándékait kapjátok meg a birmálás szentségében. Annak a titoknak lesztek hathatósan részesei, amit ma az egyházunk ünnepel a Szent Háromság titkában. Imádkozom azért, és imádkoztam azért, hogy ez az ünnepi alkalom, ez valóban a boldogságot, a bátorságot, az erőt jelentse számotokra. Szeretnénk ünnepelni, befogadni azt a titkot, aminek befogadására nem vagyunk képesek, de ő képes bevonni bennünket saját életének a titkába. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó napot, mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel, én igen nagy védkem.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ott játszottam az egész föld kerekségen, és örömmel voltam.
mivel a hit révén megigazoltunk, békében élünk az Istennel, Úrunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőségünk részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből a türelem fakad, a türelemből a kipróbált erény, a kipróbált erény a reménység. Reményünkben nem csak nekünk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek kiárad a szívünkben, az Isten. Ez az Isten. Hálásan köszönöm primánus úr bemutató szavait. Ezek a szavak tanúsítják a ti fölkészüléseteket, tanúsítják ezek a szavak azt, tudjátok, mit kértek az egyháztól. Ezek a szavak azt tanúsítják, hogy méltó módon akartok az ajándék befogadói lenni, és arról is tanúbizonyságot adnak ezek a szavak, hogy az egyházban felelősen akarjátok élni, és boldogan akarjátok élni az életeteket. A bérmálás szentsége ebben megerősít benneteket, és minden rendelkezésetekre áll, hogy boldogok legyetek, hogy jó döntéseket tudjatok hozni, és ezekben a döntéseitekben álhatatosan kitartsatok. Tudjátok élni azt az életet, ami a Szent Háromságnak a titkában tárul fel előttünk. Ezt ünnepeljük ma.
az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, az egyetlen Istent három személyben, aki föltárta előttünk a maga jóságát, a maga szándékát. Olyan jó volt hallani az Ószövetségi olvasmányban, hogy a bölcsességről beszélt, megszemélyesítve. Ott játszadoztam, kedvence voltam a teremtés kezdetén. Vagy ahogyan a Szent Leckéből hallottuk, hogy a megpróbáltatások által, amelyek érintenek bennünket, föltárul előttünk az Istennek a titka. Mert a megpróbáltatás türelemre vezet, a türelem kipróbált erényre vezet, a kipróbált erény reménységet ad, és a mi reménységünk az üdvösségre szól. Mert a reményünkben nem csalatkozunk, mert Isten az ő Szent Lelke által mindent föltárt előttünk. Az Istenről és az emberről. Mert valójában ez az alapvető kérdés, ami foglalkoztat bennünket, testvérek, kedves fiatalok, hogy ki az ember, ki vagyok én, milyen céljaim vannak, mi egyáltalán ez az élet, amire rácsodálkozunk, amit élünk, mindenki a sajátját, rengeteg közös dolog van benne az emberségünkben, de mi ez a lét, honnan, hová tart, mi a célja, mi az értelme? És ott van mindannyiunk szívében az oldhatatlan vágy, hogy szeretnénk megismerni létünk alkotóját, az Istent, aki létbe szólított bennünket. Kicsoda ő? Megismerhető? Kapcsolatba kerülhetek vele? Megtudhatom, hogy milyen az ő szándéka, és mi az ő szándéka velem kapcsolatban? És ki mondja meg mindezt, hogy ki az ember, ki az Isten, és milyen? És nem csak elméleti kérdés ez, egyik sem. Hiszen amikor örülsz, akkor az a kérdés ott van benned, örömöd mire irányul, és örömöd meddig tart. Amikor kudarcot szenvedsz, valami nem sikerül, akkor miben áll a te értéked? Mikor vagy értékes? Ha mások annak mondanak, ha mások annak vallanak? Vagy értéked az önmagadban van, létedben van, teremtményi mi voltodban van. Nap mint nap szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. Ki az ember, ki az Isten, és ezt ki mondja meg? Tanulmányaitokból tudhatjátok, hogy az ember mindig vallási kérdést és vallási választ ad ezekre a kérdésekre, és nagyon sokféle vallás van. Különféle választ adnak ezekre a lényegi kérdésekre. És mi azt mondjuk, azt hisszük, ezzel találkoztunk, ezt tanúsítjuk nektek, hogy Jézus Krisztusban, a Názáretiben, az Isten fiában mi fölismerjük az Istennek a jó akaratát. Mi fölismerjük azt, hiszen erről beszél, erről tanúskodik, hogy ő az engedelmes fiú. Fölismerjük, hogy ő ismeri az Istent, akit atyának szólít, akit atyaként szólít meg. És ez az atya megismerhető, szerethető. És föltárja azt is előttünk Jézus Krisztus, hogy ez az atya irgalmas, gondoskodik rólunk, szeret bennünket, ismeri a nevünket, ismeri az érzéseinket, ismeri a vágyainkat, ismeri a kudarcainkat, pontosan tudja, hogy ki vagyok én, mert ő teremtett. Mert ő ajándékozott meg a létemmel. És Jézus föltárja előttünk a léleknek a titkát. Elküldi a lelket, az ő lelkét. Hogy pontosan ismerjük, pontosan tudjuk, ki az Isten, hogyan kell jól élni. Hogy meg tudjuk ismerni Jézusnak a tanítását, meg tudjuk ezeket tartani, hogy boldogan tudjunk élni. És föltárul Jézus Krisztus személyében, az ő kapcsolatában az Atya, Fiú, Szentléleknek a valósága. De nem csak ez, nem csak információt közöl, nem csak tanít, fogadjuk be, értsük meg. Ő nem erre hív bennünket, arra hív, hogy ennek a szerető, bensőséges kapcsolatnak részesei legyünk. Az életünk nem különbözik ettől.
az Istennek az életét tudjuk élni, mert mindent odaadott nekünk az ő fiában, az ő tanításában, az ő szent lelkében. Mindent. Az Atya gyermekei vagyunk. Bevon bennünket ebbe az isteni életbe. A szentségek éppen ezt adják. Jézus parancsai éppen ezt tárják fel előttünk. Milyen szép volt a Szent Misének a könyörgése, kezdő könyörgése, amikor azt imádkoztuk, hogy ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát, és add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük. Vagyis egy olyan kapcsolatba hív bennünket, ha van bátorságod belépni, akkor megismerheted jobban az Istent. Ha kívül akarsz maradni, akkor kevéssé ismered meg, de kevéssé ismered meg önmagadat is. De ezzel így vagyunk földi életünkben is. Ha valakivel nincs bátorságom kapcsolatba kerülni, nem fogom megismerni. Ha nem fogom megismerni, nem fogom megszeretni. Távolságtartó leszek. Isten pontosan ezt kéri. Legyen bátorságod kapcsolatba kerülni vele. Legyen bátorságod akarni megismerni őt. És ő föltárja magát, hogy szeret, hogy fiaként tekint, gyermekeként tekint rád, hogy odaadja a szent lelket, hogy boldogan tudj élni. Odaadja a szent lelket azért, hogy jól ismerj, jól láss, jó döntéseid legyenek, és ezekben a döntésekben álhatatosan kitarts. Ez egy boldog élet. Ez nem akármilyen élet. Ez nem egy élet, ami kívül esik az Istennek a látókörén, hanem Isten színe előtt, Istenben tudsz élni boldogan. És ha az a kérdésed, hogy ki vagy, és mi az értéked, mi a kincsed, és ezt kimondja meg, akkor ezt az Istenben tudod felfedezni. Ő neked ajándékozza a lelkét, és azt mondja, hogy szeretett gyermekem vagy, hogy mindent odaadtam neked, befogadlak, hazavárlak, otthont készítek neked, asztalt terítek neked, közösséget adok neked az egyházban. És te most a bérmálás szentségében ezt tudatosan kéred, és kimondod, hogy te ezt akarod. Akarod ezt az isteni életet. És kimondod azt is, hogy nem akarod azt az életet, ami nem az Istentől van. Ami nem az Istennek a jóságát tárja fel. Ez hitvallás. Minden szentségvétele előtt szükséges hitünkről tanúbizonyságot adni. Különösen így van ez a beavató szentségek esetében, a bérmálás szentségében is. Szükséges, kedves bérmálkozók, hogy tanúbizonyságot tegyetek arról, hogy ellene mondotok mindennek, ami a gonosztól van, és igent mondjatok mindenre, amit Krisztusban fölismertetek. Az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, a boldog emberi életet. Kedves bérmálkozók, most a bérmálás előtt hitvallást kell tegyetek, álljatok fel, és válaszoljatok azokra a kérdésekre, amely kérdéseket az egyház nevében intézek hozzátok. És kedves szülők, bérmaszülők, kedves testvérek, mi pedig legyünk tanúi ennek a hitvallásnak, amely hitvallásban fiatal testvéreink tanúbizonyságot tesznek arról, hogy ismerik és szeretik az Istent, ismerik és szeretik önmagukat és embertársaikat. Felejetek tehát együtt arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának? És pedig valljátok meg hiteteket. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint pünköstkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen.
Most pedig kérem, a Szentlélek hívás idejére mindannyian álljunk fel. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassz el jóságosan szent lelkével fogadott fiait, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A Szentlélek erősítse meg őket bőkező ajándékai által. Szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Csendben imádkozva kérjük a Szent Lelket. Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, Te szolgáidnak vízből és szent lélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámbosság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves bérmálandók, most következik a bérmál szentségének az ünneplése, úgy, ahogyan ezt gyakoroltátok. Kedves testvérek, foglaljanak helyet is, imáikkal, énekükkel támogassák fiatal testvéreinket. Thank you.
Anna. Kedves megbírmált fiatalok, a krizma ott van a homlokotokon, a méltóságnak, a dicsőségnek és az isteni életnek a jele, hatékony jel, mindazt, amit szeretnétek boldogságotok érdekében, életetek érdekében tenni, arra képesek vagytok. Ezért mi is csatlakozunk a ti kéréseitekhez, hálaimáitokhoz, álljunk fel mindannyian is, forduljunk mennyei atyánkhoz. Kedves testvéreim, könyörögjünk a mindenható Atya Istenhez, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk, és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Szent Háromság egy Isten dicsőítség Istenünk, te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházra vár. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben és mégis egyetlen lényekben. Így amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, az fiadról is állítjuk, a Szent Lélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fennségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik, és együtt zengik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaival, elsősorban Isten anyjával, a boldogságot Szent Máriával, Szent Józseffel az ő egyetével, Szent apostolaival, a dicsőséges méltanúkkal, és minden szentel együtt, az ő közben járásunkban mindig a reményünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engedszerű áldozatunk hozzon az egész világunk tekints kegyesen házad népe kéréseire, hiszen te akartad, hogy színe elé álljon. Jóságos atyánk, hogy magadhoz irgalmasan a világban szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jó hal a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét.
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jöttetem a kedves testvéreknek, a templomban négy pontról lesz áldoztatás, két oldal hagyóban is megadja a vérváltozókat, mint az oltár előtt. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, e szentségvétele és az örökké való egy és osztathatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Szeretnénk kérdezni a kedves testvéreknek, és hogyha a firmálkozókért ajánlott a Szent Misét, magam pedig János Mögi Józsefért, Csokor Erzsébet és Csokor János, Valkovics Erzsébet és Baroly Miklós lelkéért ajánlottam a Szent Misához. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő héten, itt ön kedvenc szerdán, veszek ide haza lelki gyakorlatot, adok ki a kedves testvérek megkérdését. Csütörtökön 15 órakor temetési szertartás lesz, 16 órakor pedig előmajlán társadalmat esetén gyászmiséje lesz, itt a nagy templomban. Örömmel küldetettem a kedves testvéreknek, hogy nézben elfoglalhatjuk a Szentvér templomot, és a jövő héten az eukarisztikus eset már a Szentvér templomban tartjuk váltán, ahova szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, és megragadom az alkalmat a Tollatály TV-n keresztül. Minden kedves testvért várunk el az eukarisztikus estre, ami 18 órakor kezdődik nyomtatással, alatt a Szentvér Rózsa közért imádkozunk, akit elekje Szentvérnek jelöl. 19 órakor ünnepi Szent Misa lesz, a Szent Misa alatt a zenei szolgálatot a Bökháni Ifjúsági zenekar fogja adni, a Szent Misa után pedig Zenési Polgári Szentség előtti áhítat lesz. Még egyszer szeretettel várjuk a kedves testvéreket. A kis üzletünkben, amelyet elhelyeztünk a templom végében, ma tettünk egy egész éves zarándok programot már, hogy a kedves testvéreket emlékeztessünk, hogy várjuk szeretettel váltára. Június 21-én a Mária kápolnában este 6 órakor a Szent Misét felajánlották Maric Bélája születésének 100. évfordulója alkalmával és halálának 36. évfordulója alkalmával. Szombaton délelőtt 11 órakor keresztelőt lesznek itt a templomban. 17 órakor esküvő lesz, 18 órakor a Szent Mis áldozatot felajánlott elmúlt édesanyjáért. Ne felejtjük el, hogy a jövő vasárnap napja van. És egyben a Máltaszéki Egyházközségnek éves szentségimádási napja is. Délelőtt 10 órakor tartjuk az ünnepi Szent Misét, a Szent Mis áldozatot felajánlott elmúlt Jánosért és Magdolnáért, szülőkért, testvéreinkért és hozzátartozókért. A Szent Mise után ünnepélyes döbbenet lesz, hogy kértem is a kedves testvéreket, népviseletbe öltözünk, tegyük szebbé, ünnepélyesebbé ezt a napot, hiszen nem rólunk szól, hanem az oltári szentségben jelenlévő Jézusról. Minden gondolatot, minden ünneplést neki szeretnénk adni ezen a napon. Egész nap lesz helyezve az oltári szentség, itt a templomunkban, és este 6 órakor lesz szentségimádási program, szentségimádási. Kedves testvérek, hálásan köszönöm a bérmálkozóktól kapott csokrokat, és azokat a szavakat, amelyeket említettetek, vagyis, hogy igyekeztek példaadóan élni, hogy mások is ismerjék Krisztust. Isten segítsen ebben benneteket.
Én magam is szeretnék köszönetet mondani plébános atyának, minden kedves munkatársának, katekéta testvéreknek, akik segítettek az ünnep előkészítésében. De nem csak ezt köszönöm meg, hanem a közösségek napról napra való szolgálatát, hiszen ünnepet még csak könnyebben lehet szervezni, de minden nap helytállni, az nagyon nagy felelősség. Ezt szeretném megköszönni. Ugyanígy köszönetet mondok diákonus testvéreknek, és ugyanígy János atyának, aki nyugdíjas korában is segíti a közösség életét. Most pedig közösen imádkozzuk az eukarisztikus kongresszusért végzett imádságunkat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, aki vízből és szent lélekből új életre támasztott, és fiává fogadott, és őrizze meg lelketekben atyai szeretetével az Isten fiúság kegyelmét. Ámen. Áldjon meg benneteket az egyszülött fiú Isten, aki megígérte, hogy az igazság lelke az egyházzal marad, és adjon erőt nektek az igaz hit megvallására. Áldjon meg benneteket a Szentlélek Isten, aki lángra gyújtotta a tanítványok szívét a szeretet tüzével, és vezessen el mindnyájatokat Isten boldogító országába. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békében.